Sport és szórakozás egy bunkerben. Ez normális? Helsinkiben úgy látszik, igen. A II. Világháború után a finn főváros alatt hatalmas bunkereket építettek egy esetleges szovjet támadás esetére. Ezekben ma mindenféle szabadidős tevékenység zajlik. Mióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, a finnek is érzik, jó döntés volt létrehozni a bunkerek kiterjedt hálózatát. Csak fél percig tart az utazás egy másik világba. 30 méterrel vagyunk Helsinki alatt. Az alagutakból és boltozatokból álló labirintus háború esetén 900 ezer embert képes megvédeni a rakétatámadásoktól, a vegyi fegyverektől és a radioaktív sugárzástól. De mire jó máskor? Kukucs! Üdvözöljük Helsinki egyik legnépszerűbb játszóterén a kicsiket és a nagyokat is. Van itt floorball pálya, fitness stúdió, menza és parkoló is. Akadnak, akik a születésnapjukat is itt ünneplik. This is a daily life for us. We've grown a mindennapjaink része. Ezekben a légvédelmi bunkerekben nőttünk fel. Számunkra ez nem szokatlan, nem is jut ilyen eszünkbe. Egész Helsinki tele van velük. Ez a bunker a Hakaniemi negyedben, az egyik legnagyobb Helsinkiben. Két futballstadion is elférne benne, mondja Tomi Rask, a katasztrófavédelem munkatársa. Háború esetén nagyon rövid időn belül át lehet alakítani légvédelmi óvóhelyé. Alapesetben egy bunkert akár több napon keresztül is lehet használni. De a legtöbb létesítményben még ezt az időt is meg lehet hosszabbítani. A tartózkodás természetesen különféle problémával jár. Ezek közül az egyik legnagyobb az emberi test által termelt hő. Például csak én egyedül körülbelül 100 watt hőt termelek. Szerencsére a város gránit és gneisz talapzaton fekszik, a bunkereket pedig föld alatti sziklákba építették. Ez a kőzet nem csak stabil, hanem hideg is. Ha háború törne ki, a nagy terekből kisebb helyiségeket alakítanának ki, hogy az emberek ezrei idelent is úgy lakhassanak, mint egyébként odafent. Lesznek itt emberek, akik meghalnak, meg olyanok is, akik itt jönnek a világra, vagy itt betegszenek meg. Lesznek boldogok és szomorúak, ahogy egy normális társadalomban. Úgy lesz ez itt is, az óvóhelyen. Finnországnak 1300 kilométeres közös határa van Oroszországgal. Sokáig mégsem akartak csatlakozni a NATO-hoz. Az uniós ország 2023. áprilisa óta már NATO tag is. Az ukrajnai háború megváltoztatta a finneket. A többség több védelemre és nagyobb biztonságra vágyik. Nekünk finneknek inkább sztoikus a hozzáállásunk. Tudjuk, hogy Finnország függetlensége óta ez a veszély fennáll. Megéltük a II. Világháborúban, amikor a Szovjetunió megpróbálta elfoglalni a hazánkat. Ez bármikor megismétlődhet. Tisztában vagyunk vele, de nem gondolunk rá minden nap, és nem is félünk tőle. Ez az emlékmű az 1939-40-es orosz-finn téli háborúra emlékeztet. Ekkoriban vezették be azt a polgári védelmi törvényt, amely a metróhálózatok, középületek és nagyobb társasházak esetében is előírta óvóhelyek építését. Ma Helsinkiben összesen több mint 5000 légvédelmi óvóhely van, amelyekben csaknem 1 millió ember fér el. Bár a helsinkiek remélik, nem lesz rájuk szükség, szeretnek felkészülni minden eshetőségre.